Ennek a bolarónak a kezdése a passzérésszel indul, mint minden jól viselkedő pulóver vagy kötött kardigán. Azzal a különbséggel, hogy ez a passzérész nem alulról fölfele kötődik, hanem vízszintesen jobbra és balra, és majd a szélén, az így kialakult leveles csipke szegély szélén szedjük föl úgy a szemeket, hogy abból majd fölfele fog növekedni a boleró. Jól látható ezen a készülő munkadarabon is, hogy a hátának a közepén a két levél két különböző irányba néz, és ettől folyamatosan épülnek föl a további levelek. Itt van az a bizonyos kezdés, ami azért praktikus, mert nem kell újra fölszedni a szemeket, hanem egyszerre az elején el lehet indulni jobbra, és aztán majd balra. Én a mintát követve már rögtön a szemek első sorában elkezdtem a ráhajtásokat és a minta kialakítását, de ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy itt legyen egy sima rész, ne legyen ennyi lukacska benne, ez mindenkinek az egyéni ízlésére van bízva. Abban az esetben, hogyha szeretne biztosan elkezdődni a mintadarab, abban az esetben a felszedett szemeket két sorban simán kössük le, és csak utána kezdjünk hozzá a mintadarabhoz, a modellnek a mintájához. Én a nehezebb utat választom, rögtön a mintával kezdek. Nagyon jó segítőtársam lett ez a körülbelül 10 cm vagy 15 cm damira rendelkező két végén hegyes tűvel ellátott kis körkötő, ami ugye baba méretű pulóvereknek az ujjához kiválóan alkalmas. Én nem igazán szeretem ezen körbe kötni a kisméretű modelleket sem, de itt most a török kezdésnél jó segítségemre van. Összefogom ezt a körkötőt a hozzátartozó egyenes, de kétvégű tűvel, úgy, hogy az egyenes tű legyen fölül, ezen fogjuk majd elkezdeni a kötést. Az alsó tűből pedig igazából csak a damira van szükségünk. Ez fogja megtartani a másik oldalhoz tartozó hurkokat. A levél mintához 7 szem szükséges. Ezt hurokképzéssel fogjuk kialakítani. A két tű fölött átvezetjük a fonalat, és a hüvelykújunkkal megtartjuk. Jobbról balra haladva, és mindig alulról fölfele vezetve, a két tűn egyszerre áttekerjük a fonalat, megszámolva, hogy ezek a hurkok kiadják a 7 szemet. Én biztonság kedvéért egyel többet szoktam készíteni. Elfordítom a fonal tekerési irányával megegyezően a tűket, átveszem a bal kezembe, és az alsó tűt meghúzom egy picikét, hogy csak a dami legyen a tű mellett. Az egyenes tűről pedig átszedem a szemeket a megfelelő minta szerint. Tehát készítek az első hurokból egy sima szemet, leengedem a bal tűről úgy, hogy az alsó damilon a hurokot maradjon. A következő szem is sima lesz, majd következik egy ráhajtás, egy sima, egy ráhajtás, egy sima, egy fordított, és a végén két sima.
Óvatosan megfordítom a munkadarabot, és a visszája oldalon haladok tovább. A mintaleírás szerint a széleken mindig lusta kötés, vagyis csupasz sima szem van. Most két simát készítek. 5 darab fordítottat. Nem 5 darab fordítottat, még egy simát. Ezen a helyen fogjuk majd szaporítani a levélhez tartozó szemeket. Most jön a levélminta az 5 darab fordítottal. És a legvégén ismételten egy sima szem. Elkészítettük most már két sorban a mintánkat, és itt látható, hogy a damil könnyedén csúszik a szemek alatt. Ezeket a szemeket fogjuk majd felszedni a másik irányba, amikor már elértük a jobbra tartó levéllel a kellő szélességet. Folytatom a mintát, egy sima szem után következik két sima, ráhajtás, sima, ráhajtás, két sima. Majd jön az a fordított szem, ami mellett el fogjuk végezni állandóan a szaporítást. Most ennek a bal oldalán. Fölemeljük a két szem közötti keresztszálat, úgy, hogy a tűt hátulról, vagyis a munka visszája felől vezettük bele a keresztszálba, és az első szálat egy kicsikét meglazítva, egy tulajdonképpen csavart simával nyertünk egy új szemet. A sor végén két sima. Megfordítom a munkadarabot, a széles szemeket folytatom tovább lustakötéssel, az új szemet és a mellette levő szemet simán kötöm, ez ugye a színe oldalon fordítottként fog jelentkezni. Majd a levél minta sima szemeit a visszaoldalon fordítottan, természetesen a ráhajtást is fordítottan, és a sort egy sima szemmel zárom. Már a negyedik sorral készen vagyunk, folytatjuk tovább a levél mintát. Széleszem sima. Három sima következik. A ráhajtás, a középső sima, a ráhajtás és a három sima. Majd két fordított szem, és ez fogja körbe keretezni a sima szemekből álló levélmintát, tehát ezután csak arra kell ügyelnünk, hogy a két fordított szem melletti keresztszálból képezzük a következő szemet. Sor végén két sima, és a visszaoldalt, visszája oldalt kötöm, ahogy már eddig is kötöttem. Az új szemet és a mellette levőket simán, ami pedig fordítottnak mutatkozik, azt fordítottan, természetesen a ráhajtást is. A sort lusta szemmel zárom. Még egy szaporító sorunk van. Tehát arra érdemes figyelni, és segít a számolásban, hogyha a levél mint a középső sima szeme mellett megjelenik 4 darab ráhajtás, akkor elértük a levél kellő szélességét, és utána már fogyasztani fogunk. A levél melletti két fordított szem mellett keresztszálból szaporítunk, majd következik még egy fordított, hogy az utolsó két szem lusta maradhasson.
Ezután következik az első sor, ahol a levél minta csúcsosságát kialakítandó fogyasztani fogunk. A kezdő szélszem melletti két szemet, mintha simát kötnénk, átemeltük a jobb tűre, és visszaszúrunk vele bele a bal tűvel, majd a két szemet egyszerre lekötjük, és egy balra fogyasztást kapunk. Következő szemeket simán kötjük, egészen a sima szemek utolsó két szeméig, ezeket pedig jobbra dőlően fogyasztjuk le, egyszerűen a kettő szembe egyszerre szúrva sima szemként. Két fordított szem után szaporítunk, és az utolsó két szemig fordított, az utolsó két szem sima. Még egy ugyanilyen fogyasztósorunk van. Tehát a kezdő szem mellett két szemet, mintha simán kötnénk, átemelünk a jobb tűre, a két szembe visszaszórunk a bal tűvel, és a két szemet egyszerre csavart simaként lekötjük. Ez volt a balra dőlő fogyasztás, a levél mint a másik oldalán jobbra dőlőt készítünk, két sima szembe egyszerre szúrva sima szemet képezünk. A két fordított mellett szaporítunk, és folytatjuk fordítottan, míg az utolsó két szemhez érünk, ami sima lesz. Hátul jól látható a sima szemeknél a szaporítás. A levél minta szépen elkezdett alakulni, mellette a fordított szemek pedig szélesítik a sávot. Ezeket a szemeket majd egyszer csak el kell fogyasztanunk, de most még egyelőre a levelet fogyasztjuk. Még egyszer megismételjük a szokott ritmusban a balra, illetve a jobbra dőlő fogyasztásokat. A két fogyasztás között most már csak három sima szem maradt. Ez megint egy remek jó figyelem felkeltő pont, hogy ne kelljen számolni. Tehát amikor az elfogyasztott szemek között három darab simát kötünk, ekkor kell megkezdeni a következő levél kialakítását a fordított szemeknél egy sima szemmel. Ez úgy néz ki, hogy a levél melletti két fordítottat lekötjük, mellette egyet szaporítunk, majd még egy fordítottat kötünk, és a rákövetkező szemet simán fogjuk lekötni. Ez lesz tehát egy keskeny szára a levélnek, mivel mi nem a szárral kezdtük, hanem eleve a levéllel, ezért az első levélnél nincs ez a bizonyos szár. És még az is nagyon remek, hogy ne kelljen számolni, látható, hogy a széle két lusta szem mellett kimaradt két fordított szem.
Ezt kötjük le, majd jön a két lustaszem. Visszáján most már figyelni kell a fordított résznél is, ne csak állandó sima szemeket kössünk, hiszen most már elindult a levél szára. Tehát a széle két lustaszem, aztán két sima, aztán egy fordított. Majd a következő szemeket simán kötjük le, a levél maradék szemeit pedig fordítottam. És ismételten a széle szem sima lesz. A következő színe oldalon még mindig folytatjuk a fogyasztást. Most már csak egy sima szem marad a két elfogyasztó szem mellett. A két fordított mellett természetesen újabb szemet képezünk a keresztszálból. És a már megkezdett sima szemet tovább lekötjük simán, a többi szemen pedig úgy dolgozunk, ahogy eddig. És elérkeztünk levélmintánk befejező sorához, hiszen nincs több szem, amit fogyasztanunk kéne. A csúcs kialakítását egy dupla fogyasztással tesszük meg. Az első szemet emeljük át sima móddal a jobb tűre. A következő két szemet összekötjük egy sima szemként, és az előzőleg átemelt sima szemet a lekötött szem fölött áthúzzuk. Így nyertünk három szemből egy szemet, és készült el a levelünk csúcs minta része. A szokott módon tovább haladunk a sorba, két fordított mellett szemet képezünk. Haladunk fordítottan addig, míg a következő levélnek a szára sima jön, és befejezzük a sort a szokott módon. Lekötjük a visszaoldalt is, és elkészültünk ezzel az első levelünkkel. A pici apróság csak annyi a dologban, hogy jóval több szemünk van, mint ahány szem szükséges a következő levélhez. De mint látható, a már készülő darabon vannak bizonyos hegycsúcsok, ahol hiányoznak szemek, tehát kell egy olyan sor is a kötésben, ahol elfogyasztjuk ezeket a szemeket. Ehhez a mi készülő levélmintánk utolsó sorában összekötött fogyasztást is simán kötjük le, így könnyebb lesz a színén elfogyasztani ezt a szemet is. A sor elejétől elkezdjük a fölösleges szemek összekötését. Az első szembe beleszúrunk simán, átemeljük, következő szemet fordítottan lekötjük, és az átemelt szemet átemeljük rajta. Ezt elvégezzük még ötször, tehát összesen 6 szemet fogunk így elfogyasztani. Megmaradt egy szem a jobb tűn, ez lesz a szél szem, ez lesz az a bizonyos sima, amit mindenkor simán kötünk, és megmaradt mellette 6 szem,
ami a levél mintát, illetve a mellette levő dolgot fogja adni.